Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Közel 3 évtizednyi közigazgatásban szerzett tapasztalattal a háta mögött kezdte meg polgármesteri ciklusát 2019 őszén Stamnél Juhász Luca Dalmandon. Az elmúlt 1 év mozgalmas és kihívásokkal teli volt, a járványügyi helyzet okozta problémákat, összehangolt önkormányzati munkával sikerült megoldaniuk a faluban. A településvezető az eltelt 1 év tapasztalatairól, eseményeiről beszélt televíziónknak. 27 év alatt a közigazgatás szinte minden területét bejárta Stamnél Juhász Luca. Ám a polgármesteri feladatkör bőven tartogatott számára újdonságot, kezdte évértékelőjét a településvezető. Iktattam, irattároztam, hagyatéki ügyintéző voltam, adóügyi előadó voltam, elvégeztem közben az anyakönyvi alapvizsgát, anyakönyvvezető lettem, esküvőket tarthattam, betekinthettem a pénztárnak a rejtelmeibe és az ASP oktatás könyvelésébe, és úgy gondoltam, hogy igen, majdnem minden területet bejártam, szerettem volna egy kicsit feljebb menni. És azt gondoltam, hogy mivel ezeket a területeket bejártam, és az emberek kérésére, mert mindig segítettem nekik, és támaszkodhattak rám, úgy döntöttem, hogy úgy mérettetem meg magam, hogy mint polgármester indulok, és vagy itt maradok Dalmandon, mivel dombóvári lakos vagyok, vagy pedig tovább megyek és elindulok Dombóvárra dolgozni, de ezt magamtól nem tettem volna meg, mivel a dalmandi emberek annyira a szívemhez nőttek. Tehát lehetőséget adtam arra, hogy ők döntsék el, mert ha én lépem ezt meg, egész életemben lelkiismert fordulásom lett volna. Döntöttek. Nyertem, nagyon örültem neki. A tavasszal kialakult járványügyi helyzet még rutinos polgármestereknek is kihívást jelentett. Összehangolt önkormányzati munkának köszönhetően azonban sikerült megoldást találniuk a problémákra, és lendületben tartani a közösségi életet a faluban. Az eltelt 1 évre úgy gondolok vissza, hogy mozgalmas volt, nagyon mozgalmas volt. Hirtelen belecsöppentünk egy olyan helyzetbe, amit azt gondolom, hogy olyan polgármestereknek is, akik több cikluson keresztül polgármesterek, már nehéz volt kivitelezni, vagy nehéz kivitelezni, gondolok itt a járványügyi helyzetre és a koronavírusra. De nagy lelkesedéssel indultunk. Októberben meg is tartottuk a bemutatkozó közmeghallgatásunkat, ahol bemutattam a testületemet. Szeretném kiemelni, és szeretném most mondani, hogy olyan testületet választotta a lakosság részemre, 23 induló volt, és kiválasztották azt a 6 embert, akikkel tényleg úgy gondolom, hogy tudok együtt dolgozni, és akikkel egy véleményen vagyunk. Nekiálltunk és új programokat szerveztünk. Ezeket a programokat azt gondoltuk, hogy változatosabbak legyenek, és ne olyanok, amilyenek ezelőtt voltak. Sikert arattunk. Volt egy karácsonyváró ünnepségünk, elültettük is az iskola elé első karácsonyfánkat, hogy ezután majd azt táplálgatjuk, és akkor ahogy mi idősödünk, a fenyőfánk úgy nő, és ott fogjuk mindig megtartani a karácsonyt. Tartottunk egy előszilveszteri futást, amit egy óriási karaoke bulival zártuk az évet, nagyon jól sikerült. És jött a koronavírus. Jött a koronavírus, ami sok gondot és problémát okozott, hiszen elég idősödő község Dalmand, sok a 65 év feletti, akikre vigyáznunk kellett és odafigyelnünk rájuk. Így szeretném megköszönni a tanyagondnokom segítségét, aki éjjel-nappal gyógyszertárba járt, élelmiszerboltba járt, és mindent megtett azért, hogy mindenük meglegyen, és ne kelljen otthonról kimozdulniuk. Szót fogadott a falu, tehát nem mondhatok semmi olyat, ami ezáltal akadályba ütközött volna. Mindenki betartotta azt, amit elvárt tőle a kormány, és amit én, mint polgármester. Tehát játszóteret lezártuk, minden rendben ment. Viszont a március 15-i koszorúzást már csak szűk körben képviselőtestülettel tartottuk meg. Azt az új hagyományt, amit viszont mi teremtettük, hogy megteremtettük Dalmandon a csemeteligetet, azt nem hagytuk ki a koronavírus ellenére sem. Szűk körben a 2017, 2018 és 2019-ben született gyermekeknek csemetét ültettünk egy táblával ellátva. Ezt a parkot is ápoljuk azóta is, és szeretnénk folytatni. Aztán a koronavírus egy kicsit enyhült. Megragadtuk az alkalmat, és szerintem nagyon nagy színvonalú falunapot tartottunk, amit még időben léptünk mi meg,
de itt is figyelve a járványügyi helyzetre, elkülönítettük a gyermekeket, a főzőcsapatokat, itt 11 főzőcsapatom volt, és az esti előadó művészeket. Jól sikerült, szerintem mindenkit egy kicsit összekovácsolt ezt, hogy végre kimozdulhatnak otthonról. Aztán megint jött a koronavírus, és megint egyre nehezebb lett a helyzet. Ennek ellenére mi a Halloween partinkat is megtartottuk a gyermekeknek, szigorúan maszkba, szigorúan úgy, hogy a szülők távol voltak a gyerekektől, a gyerekeknek volt egy kis verseny, egy kis vetélkedő, tök faragó verseny volt, rémes sütik versenye, amiért oklevelet osztottunk ki. Ez is jól sikerült, tehát azért elég sokan eljöttek, a gyerekek nagyon élvezték. Tehát mi, amit beterveztünk programot, azt gondolom, hogy a járványügyi helyzettől függetlenül, de figyelembe véve az elvárásokat megpróbáltuk és megtartottuk. A húsvéti programok ugyan elmaradtak a faluban, az ott élő emberek azonban mégis érezhették a törődést a településvezetés részéről. Mivel programot nem tudtunk szervezni részükre, ezért úgy gondoltuk, hogy szép gesztus és dolog tőlünk az, hogyha minden család kap egy fonott kalácsot egy kis húsvéti emléklappal. Ugyanezt tettük a ballagó óvodásainkkal is, elballagtak az óvodából, iskolások lesznek, 5000 forint jutalomban részesítettem őket, az általános iskolásokat, akik viszont dalmandiak és Dombovárra járnak a József Attila általános iskolába, és kitűnő tanulók, őket viszont a jó tanulmányi eredményükért támogattam kis jutalomban. A következő 4 évben szeretném elérni, hogy amiket benyújtottunk pályázatot és nem nyert, ez valamilyen formában valósuljon meg és tudjuk kivitelezni. Legfőbb kép, amit szeretnék, hogy megszűnjen az emberek feje felül ez a félelem, hogy meddig fog tartani ez a vírus, és lássuk a végét, tehát lássuk a fényt az alagút végén, mert akkor azt gondolom, hogy jobban kimerünk jönni az ingatlanainkból, jobban össze tudunk kovácsolódni, mert egy községet akarunk, egy csapatot építeni, és sajnos ebben a vírus nagyon nagy nehézséget okoz. Szeretnénk szépíteni a falut, közösségi teret szeretnénk, nem nyert az a pályázatunk, se nem adtuk fel. Tehát semmit nem adtunk fel, szeretnénk az ifjúságnak ifjúsági klubot, szeretnénk az időseknek egy olyan klubot, ahol az idős nyugdíjasok összejöhetnek, szeretnénk a gyerekeknek felújítani a játszóteret, ahol felszabadultabban és szabadabban játszhatnak. Nagyon-nagyon szeretnénk az útjainkat, járdáinkat, de hát ez annyira sok dolog, amit szeretnénk, de szeretnénk, és bízunk benne, hogy tudunk belőle megvalósítani. Kitartanak tehát a kitűzött célok mellett, és reményeik szerint a következő 4 évben megszépül a falu. Továbbá számos beruházás is megvalósul majd az 1200 lelkes kis településen. Nem munkának, hanem szolgálatnak tekinti a papi hivatás dr. Hegedűs János, római katolikus plébános. Az emberek felé történő elköteleződés már gyermekkorában megfogalmazódott benne, Szent Misein nem csak az idős és középkorosztályt, hanem fiatal családok és diákok is szép számmal képviseltetik magukat. Az új dombóvári római katolikus templom az egykori vasútas telepen élő családok és a pécsi egyházmegye támogatásával épült fel 1934-ben. Gyermekkora óta tudja, hogy embereken szeretne segíteni, mesélte televíziónknak Hegedűs János. A szekszárdi származású plébánost 20 évvel ezelőtt szentelték fel. Azt mondja, a papi hivatást nem munkának, hanem szolgálatnak tekinti. Azt kell mondanom, hogy gyermekkorom óta a papi hivatás mellett két másik hivatás fogalmazódott meg, vagy annak a gondolata fogalmazódott meg alapvetően bennem. Azért mondom, hogy hivatás, és most nem munkahelyre vagy állásra gondolok, mert mind a két másikat is tulajdonképpen hivatásnak tartom. Alapvető volt bennem mindig az az elköteleződés, hogy segítsek az embereken, hogy valamilyen módon szolgáljam a személyeket, közösségeket. Először orvos szerettem volna lenni, de aztán az idő előre haladtával, különösen, hogy a középiskolába kerültem, észrevettem, hogy a kémiával kicsit nehézségeim vannak, és hát ez egy kicsit elbizonytalanított, hogy vajon sikerülne ezt a pályát valóban végigvinni. Aztán a másik, ami alapvetően megfogalmazódott bennem, hogy jogász legyek. Nagyon érdekelt kezdettől fogva a jog, az igazságszolgáltatás világa. Már általános iskolában is és középiskolában még inkább történelem kapcsán is ez felvetődött bennem.
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ezt a részét valamilyen módon meg is őriztem a kezdeti elgondolásnak, mert a teológia elvégzése után, felszentelésem után először kánonjogot tanultam és végeztem Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd pedig Pécsett elvégeztem a civil jogot is, tehát a jogász végzettség az meglett. A papi hivatás gondolata pedig a középiskola évei alatt formálódott mélyebben bennem, bár már az is felmerült gyermekkorban, amikor minisztráltam, és olyan vonzó volt részt venni a szentmiséken, szolgálni, és elgondolni, hogy egyszer talán én is tarthatnám a szentmisét, és szólhatnék a hívekhez, együtt imádkozhatnék velük. De igazán elmélyülni a középiskola évei alatt mélyült el, hát a végső döntés az pedig természetesen a teológiai évek, a szemináriumi, a papképzési évek alatt született meg bennem. Az újdombovári nagyboldogasszony templom története az 1920-as évekre nyúlik vissza, amikor az ott élő vasutas családok egy saját templomra vágytak, így adománygyűjtést szerveztek, a templom építésére azonban még várniuk kellett. Az újdombovári templom 1934-ben épült, Fábián Gáspár híres építész tervei alapján, aki Székesfehérváron született, és aki templomok mellett számos középületnek is volt az országban, számos híres középületnek is volt a tervezője. Templomok között talán még megemlíteném a Hódmezővásárhelyi templomot, vagy a Badacsony-Tomai templomot, amelyet szintén ő tervezett. Ahogy említettem, 1934-ben az akkori pécsi megyés püspök Virág Ferenc szentelte fel ezt a templomot. Ugye magának Újdombóvárnak a története az korábbra nyúlik vissza, hiszen 1918-ban Eszterházy Miklós mintegy 200 kataszteri hold földterületet osztott szét a vasutasok részére, és ennek következtében jöhetett létre ugye a vasutas telep, ez az újdombovári városrész, amely természetesen akkor önállóvá vált és önálló is volt. És ahogy a hívek is összefogtak, kezdeményezték, hogy ez az önállóság az egyházi életben is megvalósuljon. Már a templom felépítését megelőzően elkészült a templom előtt álló kereszt, amely Fetter Károly szobrászművész alkotása, akár csak az a főoltár, és nem sokkal később, támogatva a hívek kezdeményezését a Pécsi Mettyház megye megyéspüspöke, önálló lelkészséget alapított itt Újdombóvár vasutas telepen, majd pedig a hívek adakozásának, nagy-nagy összefogásnak köszönhetően 34-ben felszentelésre került ez a templom. Az épületnek sok érdekessége van. Amit úgy kiemelnék, az a szentélynek az érdekes apszis formája. Ez az apszis, ami látható a szentélyben, kevés katolikus templomban láthatunk hasonlót, és ez egy érdekessége magának a templomnak. A templom mennyezete szintén érdekes kialakítás. Ugye általában a katolikus templomok boltívesek, és azokon találhatóak a freskók, a különféle festmények, amelyek bibliai jeleneteket vagy szenteket ábrázolnak. Itt viszont kazettás mennyezetet látunk, amely Leszkovszky György alkotása. A templomnak a falfestményeit pedig a helyi származású Bernát János festette, és ennek pedig az az érdekessége itt ezeknek a festményeknek, hogy úgy tudjuk, hogy sőt, hát ez nem csak, hogy úgy tudjuk, hanem ez így is van, hogy korabeli helyi újdombóvári lakosokról festette meg a képeket, mármint ami az arcokat illeti. A főoltár keresztje a Buzánszky család adománya. Ugye itt elég, hogyha említem az aranycsapat legendás tagját, mint egyik utolsó leszármazottját ennek a híres helybeli családnak. És amikor a II. Vatikáni zsinat során megtörtént a liturgikus megújulás, akkor
Természetesen itt az újdombóvári templomban is elkészült a miséző oltár, illetve a szószék, az ambó, ahol az ige hirdetés, az evangélium meghallgatása és az ige hirdetés történik. Nagyon fontos tudnunk, hogy az újdombóvári templomot Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Láthatjuk is az üvegablakon a boldogságos Szűz Máriát, a mennyekbe felvett boldogságos Szűz Máriát. Ugye augusztus 15-e Nagy Boldogasszony ünnepe, minden évben az újdombóvári templom búcsú napja. Híres az angszter orgonája is a templomnak, és érdekessége még, ahogy három hajós templomról van szó. A torony különálló, és ez egy kicsit az ókeresztény, hogyha kívülről főként, hogyha megnézzük a bejáratnál, akkor egy kicsit az ókeresztény bazilikák stílusát tükrözi ebben az értelemben. Rendszeresen tartanak szentmiséket vasárnapon kívül hétköznap esténként is. Hegedűs János plébános nagy örömére minden korosztály megjelenik az alkalmakon, nem csak az újdombóvári, hanem a város többi római katolikus templomában is. Azt mondhatom, hogy viszonylag sokan látogatják a templomokat, bár természetesen, hogyha a város lakosainak arányához viszonyítjuk, akkor már nem ennyire pozitív a mérleg, de azért viszonylag sokan eljönnek, és jó közösségünk van valamennyi templom vonatkozásában. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a legtöbb helyen inkább az idős korosztály, az idősebbek azok, akik eljárnak a templomban, rendszeresen részt vesznek a szentmiséken. Én örömmel vettem, hogy itt Dombóváron azért a középkori korosztály is képviselteti magát, és fiatalok, illetve családok, fiatal családok is részt vesznek a szentmiséken. Említettem ugye, hogy mennyire fontos a fiatalok és a családok megszólítása. Rendszeresen vannak diák szentmisék, épp itt az újdombóvári templomban vasárnap esténként tartjuk most ebben a tanévben a diákmiséket, és hétről hétre tapasztalom, hogy nagyon sok gyermek jön el a szüleivel, családtagjaival, és örömmel vesznek részt. Próbáljuk egy kicsit hozzájuk mérni, idézőjelbe téve, közvetlenné tenni ezeket a szentmiséket, gitáros zenekarunk van, ők adják a zenei szolgálatot, én pedig hát próbálok úgy szólni, ahogy elsősorban a gyermekek számára legyen az fogható, és őket tudjam bevonni ezáltal a tanításba is, annak megfontolásába, és hát magába és az egész szentmisébe. Az egyházban a különféle időszakok és a meghatározó ünnepek váltják egymást, tehát mindig sok-sok programot adnak számunkra, még akkor is, ha néha külső erők, mint most ez a helyzet, valamennyire megfékez bennünket. Ennek ellenére én bizakodóan, reményteljesen és lelkesen készülök a következő nagy egyházi időszakra, adventre, az adventi elcsendesedés, a karácsonyra való készület idejére, és természetesen karácsony ünnepére, a megváltó születése, Isten irántunk való szeretete, amely arra készített bennünket, hogy egymást is szeretni tudjuk, az azt hiszem, hogy a legnagyobb erőforrás lehet a nehéz napokban és nehéz időkben is, és én nagyon-nagyon bízom abban, meg kívánom is, hogy mire eljön ez az ünnep, karácsony ünnepe, addigra valóban felszabadultan és önfeledten tudjunk ünnepelni templomainkban is, otthonainkban is, és mindenütt a világon. Dombóváron Pintér Szilárd polgármester a kötelező maszkviselés szabályait nem terjesztette ki az egész városra. Az egészség megőrzése szempontjából a frekventált, gyakrabban látogatott közterületekre vonatkozóan hozott szigorúbb intézkedést. Dombóváron is remélik, hogy a kormány járványügyi szigorításainak köszönhetően mihamarabb csökken a megbetegedések száma. A járásközpontban bezártak a kulturális intézmények, valamint az uszoda és sportcentrum használatában is korlátozások léptek életbe. A veszélyhelyzetből adódóan saját hatáskörömben olyan intézkedéseket próbáltam hozni, mely arányosak a kialakult helyzettel. Ebből adódóan Dombóvár város területén, közterületén nem mindenhol kötelező a maszk használata.
a kötelező maszkhasználat a buszpályaudvarra, buszmegállókra, vasúti pályaudvarra terjed ki alapvetően. Ezen túlmenően a városi piacon is kötelező a maszkhasználata. Közoktatási és köznevelési intézményünk 25 méteres körzetében szintén kötelező a maszkhasználata, hiszen a reggel és a délutáni órákban a legnagyobb torlódás ott látható, amikor a szülők hozzák, illetve viszik a gyerekeiket haza. Nagyon fontos, közművelődési intézményeink nem látogathatók. Hétfőtől a könyvtárban elkezdődik az online kölcsönözési lehetőség. Remélem, hogy sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. Úszodánk és a Szuhai Sportcentrum is korlátozottan látogatható, csak 14 órától 20 óráig. Csak és kizárólag a versenyszerűen sportolók vehetik azt igénybe. Megkértem az egyesületek vezetőit, hogy 19 óra 30-kor minden jelzést fejezzenek be, hogy a sportcentrumban dolgozó, illetve úszodában dolgozó kollégáim is szintén haza tudjanak érni 8 órára a kijárási tilalom megkezdéséig. Nagyon és csak kivételes esetben szeretnék azzal a lehetőséggel élni, hogy 8 óra után bármiféle igazást kiadnék, hogy lehessen mozogni a városban, hiszen azt gondolom 8 óráig le kell tudnunk minden olyan munkát, amelyet egyébként normális időben is be tudnánk fejezni, és normális állapotok közt is el tudnánk követni. Kutyafuttatók tekintetében nem korlátoztam, szintén igénybe lehet venni őket szájmasz használata nélkül, és remélem, hogy ezek az intézkedések beváltják a hozzáfűzött reményeket, és el tudják viselni az emberek, és nagyon remélem, hogy ennek az eredményeképpen karácsonykor már tudunk lazítani ezeken a szigorításokon, és meg itt családi körben tudjuk önfeledten ünnepelni a karácsonyt. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást, erőt és egészséget. A jelenlegi helyzetben talán még nagyobb jelentőségű az a hír, amely a november 11-i magyar közlönyben olvasható Dombovár vonatkozásában. 276 millió forint kormányzati forrásból indulhat el két nagy beruházás előkészítése, amely célok még a kampányidőszakban kerültek megfogalmazásra. Az új mentőállomás megépítése nagyon időszerű, hiszen a mentőállomáson hosszú évek óta méltatlan körülmények között dolgoznak. A szabadidő és sportcentrum igénye mögött is több megoldásra váró feladat áll. Elavult uszodai körülmények, középiskolai tornatermek. Ugyan nagyon nehéz a veszélyhelyzetben jó érekről beszámolni, de azt gondolom, hogy örüljünk egy picikét. Azok a tervek, amelyeket dédelgettünk, úgy tűnik, hogy kezdenek valóra válni. Magyar közönyben megjelent tájékoztató alapján miniszter úr Dombár város tekintetében két nagy léptékű fejlesztést hagyott jóvá, illetve annak a tervezésére és előkészítési munkájához összeget is rendelt. Szeretném ezek közül kiemelni elsősorban a mentőállomást, amely most már több évtizede húzódó problémát okoz a dombovári járás, illetve kórház ellátási területén. Mentőállomás tervezése és előkészítési munkájára 41 millió áll rendelkezésünkre. Szintén nagyon nagy terv valósulott meg a térség és szabadidő sportcentrum tekintetében, hiszen egy országos és egyedülálló sportkomplexumot álmodtunk meg Dombováron a járás közepén. Erre 235 millió forintot kaptunk a tervezésre, előkészítési munkálatokra. Hiszem, hogy ezek a munkák el tudnak indulni a közeljövőbe, a vállalt határidőre tudjuk teljesíteni vállalásainkat, és 2021 második felében mind a két létesítmény esetében az alapletétel megtörténhet. Mentőállomást remélem, hogy 2022-ben át is tudjuk adni. Térségi sportcentrum tekintetében szintén vannak ilyen reményeim, de egy picit bizonytalan vagyok, hiszen ez egy nagyon nagy léptékű infrastruktúrális beruházás, de hiszem, hogyha összefogunk és úgy alakulnak a dolgaink, azt is 2022-ben át tudjuk adni, és birtokba is tudjuk venni. Remélem, hogy ezek az első lépések már Dombovár életében is olyan momentumok, amely mentén elhiszik az emberek, hogy igen, Dombovár is képes fejlődni. 18 év hányavetettsége után egy új világ indul meg Dombováron. Megpróbálunk felzárkózni a megyéhez és az országhoz is. Ebben továbbra is kérem, mint eddig is tettem mindig a dombováriak együttműködését, egy őszinte párbeszédet, és nyilván a kritikát is elfogadom, az építő jellegűt, sőt, igény nem is, hiszen akkor tudunk konstruktívan dolgozni és előre haladni, hogy ismerjük egymás véleményét. Dombováron tovább folytatódik a munka a város és a kistérség fejlődése érdekében. A város vezetői bizakodóak, hogy még számos hasonló eredményről számolhatnak be a közeljövőben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!